Jó estét kívánunk, folytatjuk a Mi Történetünk című magazinműsorunkat, méghozzá vallási tematikával, hiszen a következő percekben a szentek életével, illetve főbb ismertető jegyeikkel fogunk foglalkozni. Így van, többek között megtudhatjuk, hogy ki volt Szent Anna, miről híres remete Szent Antal, és milyen történet kötődik Szent Borbálához. Többek között erről is fogunk beszélgetni Euler Gellért plébániai kormányzóval. Jó estét kívánunk, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Talán kezdjük egy kicsit személyesebb kérdéssel a beszélgetést. Melyik szentnek a története áll a legközelebb az ön szívéhez? Hát több szentnek is, a szívemhez közel áll több szent is, de én elsősorban Szent Gellértet szeretném említeni. Én Budapesten születtem és nőttem fel, Budapest belvárosában laktunk az Asztóriánál, és negyedik gyermek vagyok a családunkban, úgyhogy édesanyám a Szent Gellért szobor előtt sétált mindig a testvéreimmel, és hát innen kaphattam, illetve mondta, hogy úgy gondolta, hogy akkor a negyedik gyermek legyen Gellért, hiszen Szent Gellért szobra ott a Gellért hegyen eléggé jelentős Budapest látképébe is, zárójelben még kommunizmus alatt is ott állt és tartja a keresztet a város fölé, tehát azért az ő alakja nyilván meghatározó, és hát nekem védőszentem, úgyhogy ennek kapcsán, hogyha már meg kell említeni, akkor én őt szeretném. De talán aki így a szívemhez a legközelebb áll, és ilyen személyes kötődésem, egy nem biztos, hogy sokan ismerik, Szent Charbel Maklouf, egy libanoni remete, aki az 1800-as években élt, és őt a Közel-Kelet Pió atyájának is hívják. Egy remete aszkéta szentről van szó, aki hát nagyon érdekes, és ha már az ábrázolásokról beszélünk, akkor neki nagyon jellegzetesen egy olyan festményei vannak, és szentképei, amin a szemét lefelé, mindig lefelé néz. És ez nagyon zavaró elsőnek, amikor ránéz az ember, hogy kifejezi azt a belső imádságot, csendet, amiben ő élte az életét. Tehát a kemény munka, az önmegtagadó élet és az Istenre való odafigyelés mellett. Ha már említette az ábrázolás módot, a különböző művészeti alkotásokon miről lehet felismerni egyáltalán a szenteket, mik azok az attribútumok, és akkor talán visszakanyarodnék Szent Gellérthez, hogy őt például miről lehet felismerni? Hát nyilván most a legjelentősebb ábrázolására utaltam, amit a legtöbben ismerünk, hogy a keresztet tartja a város fölé. Egy pillanatra lehet beszélni, hogy kit tartunk szenteknek, mert ezt szeretném, hogyha világos lenne, hogy mi nem imádjuk a szenteket, hanem a katolikus hagyományba tiszteljük őket, hisszük azt, hogy már üdvözöltek, és ezért közben járnak értünk Istennél, és rajtuk keresztül az Isten jóságát, ajándékait kapjuk. Most ahhoz, hogy valakit szenti javassanak, már eleve kell, hogy megvizsgálja az egyház az életüket, és miután azt is megnézték, hogy mi szól ellene, vagy amellett, hogy szentnek nyilvánítsanak valakit, azért ehhez Istentől megerősítést is kérünk, és két csoda szükséges egy szenti avatáshoz, egy a boldoggá avatáshoz, egy pedig a szenti avatáshoz, tehát nem ezért bízhatunk abba, hogy akit az egyház szentnek nyilvánít, vagy szenti avat, akkor Istentől van egy igazolás, hogy az ő közbenjárása az hatékony. Tehát a szentek már a mennybe vannak, és közben járnak értünk. Valamilyen hősies erényt gyakoroltak nyilván emberfeletti, természetfölötti módon, és akkor innen kezdhetjük azt, hogy miért szeretjük annyira, vagy szeretjük ábrázolni a szenteket. A legáltalánosabb jelük nyilván a festményeken, szobrokon a glória, tehát ez egy emberi alakot ábrázolunk, de közben jelöljük, hogy már az isteni dicsőség rajta keresztül átvilágít, vagy a tettein, vagy a szavaink keresztül, és hát ez az üdvözülteknek a jele, tehát majdnem minden szent ábrázolásában ez a glória, ez szerepel, de hát a szentek ábrázolása nyilván akár ami az életükre jellemző, amiről fel lehet ismerni, vagy különösen a haláluk kapcsán, vagy valamilyen csoda kapcsán, ami kapcsán ismertek, akkor az ábrázolásukban megjelenik. Közös jelek lehetnek például a vértanúknál a pálmaág, hogy a vértanúság koronáját, vagy a vértanú halált a hitükért adták az életüket, és így jutottak be a mennyország örömébe, az Isten dicsőségébe, ezért pálmaág van vagy a kezükbe, vagy a lábuknál, tehát ez jelzi a vértanúságot.
a tisztaságot, a szüzességet, a lilium képe, tehát a liliummal jelölték, tehát több ilyen jelet láthatunk a művészeti alkotásokon. Említette egyébként egy egyel korábbi válaszában Kelet Pió atyáját. Ugye, hogyha Pietrelcinai Piót ábrázolják, akkor ugye a stigmáiról lehet a leginkább megismerni. A stigmák egyébként a szentek életében mennyire megjelenő motívum? Kik azok, akik például stigmatizáltak? Hát rendkívül ritka, és hát azért egy rendkívüli jelenség, de hát szerintem most hirtelen Szent Ferenc jut eszembe, akiről tudjuk, hogy stigmákat viselte Krisztusnak a szent sebeit, és Pió atya, hát ők a leghíresebbek, és hát ők azok, akikről biztosan tudhatjuk, hogy nem emberi kéz alkotta sebekről van szó, hanem egy ajándék volt számukra. Sokszor Pió atya életét, ha olvassuk, akkor ő nagyon szenvedett is tőle, nem csak a fizikai fájdalom miatt, hanem mert a népszerűség, ami ezzel járt, ő ezért is el is rejtette, amennyire lehet, tehát nem mutogatta, nem büszkélkedett ezzel. És kérte is az Urat, hogy vegye el ezt a stigmát, 50 évig hordta, 50. évben az Úristen elvette tőle, de a fájdalom megmaradt, tehát ez egy érdekes dolog. De ez egy különlegesség, és hát azért ez ritka, rendkívül ritka. Ha már főbb ismertető jegyek, Szent György neve talán azoknak is ismert, akik nem annyira jártasak a különböző vallási témákban. Őt például miről lehet felismerni? Szoktuk is mondani, hogy sárkányölő Szent György, tehát az első századokban, a harmadik század elején, keresztény üldözések idején, ő egy katona tiszt volt, aki hát nem volt hajlandó a keresztényeket a császár parancsára, tehát ez nem nagyon tetszett, hogy a keresztényeket üldözik, ő maga is keresztény lett, és a hagyomány szerint egy sárkányt leölt. De hát ebbe egy jelkép van, hogy a démon, tehát az ördögnek a hatalmát ő legyőzte, mivel ezek után kínzásokban sem tagadta meg a hitét. Tehát őt leginkább fiatal katonaként, egy páncélos dárdájával, amint egy sárkányt döfált, tehát az ő győzelme és az ő közbenjárására az ördög feletti hatalom feletti győzelem, amiért nagyon népszerű és kedvelt szent. Rengeteg városnak a címerébe szerepel, és sárkányölő Szent Györgyként ismertük, vagy leginkább őt ismerjük így. Azért nem csak férfiak vannak a szentek között, szép számmal nők is megjelennek. Szent Annához milyen történet fűződik például? Szent Anna Máriának, Szűz Máriának az édesanyja. Hagyomány szerint Joachim és Szent Anna Szűz Máriának a földi szülei. És történet Szent Annával kapcsolatosan, hogy nem adatott nekik gyermek, és ez egy nagy megpróbáltatás minden ember számára, de abban az időben ráadásul annak a jegyeként képzelték, hogy ez nyilván a bűnösségükre utal, hogy az Isten nem áldja meg a házasságukat. És ettől nagyon szenvedett Szent Joachim és Szent Anna, és hát az Isten végül is az imádságuk hatására ajándékozta nekik Szűz Máriát, hogy az Isten megajándékozta Szűz Mária életével őket, meghallgatta az imádságukat, és hát különböző történetek vannak Szent Annában, hogy csodálatos módon találkozott Joachimmal a templomba, amikor megszégyenülve mentek föl, és körülbelül ez leginkább azért szeretjük és tiszteljük őt, mert Szűz Máriának az édesanyja. Kerékkel, koronával és könyvvel is ábrázolni szokták alexandriai Szent Katalint. Ezek a jelképek hogyan kapcsolódnak az ő életéhez, történetéhez? Alexandriai Szent Katalin vértanú halált halt, mivel nem volt hajlandó a bálványoknak tisztelgő vacsorákba részt venni, vagy nem volt hajlandó a bálványimádásban részt venni, kereszténységét a keresztjelével fejezte ki a császár előtt. Erre nagyon megharagudtak. 50, a hagyomány szerint 50 filozófust hívtak, hogy győzzék meg a keresztény hit ellen, de ez az 50 filozófus, ez megtért az ő szavai hatására. Tehát talán innen a könyv, hogy a szavaival még őket is sikerült a keresztény hitre bírnia. Ezek után megpróbálták őt késekkel felékesített kerékben megölni,
ami állítólag az imádságára viszont ketté tört, és akkor így lefejezték a végén, tehát innen a kerék a halálára utal, hogy hősiesen, hűséges maradt Krisztushoz. Egyébként Remete Szent Antal már itt a felvezetőben is elhangzott. Ő minek a védőszentje, és milyen ismertető jelek alapján ismerhetjük fel? Ő is a kereszténység első századaiban élt, és ugye a 200-as évek vége felé. Ő fiatal korában az egyik szentmise után hallotta, szentmisében hallotta az evangéliumot, hogy add el mindenedet, amit van, és gyere és kövess engem. És hát Krisztusnak ezt a tanítását, ezt a szavát ő nagyon szó szerint érezte, hogy neki ezt meg kell tennie. Ezért elment a sivatagba, a pusztába, aszkita életet élni. De a pusztaság, a sivatag, az a démonoknak is a helye, tehát ahol valaki nagyon lelki életet akar élni, akkor ott szemtől szembe harcol az ördöggel, és Remete Szent Antalhoz ez kötődik, hogy az ő Remete pusztaságban élt önmegtagadó életével konkrétan harcolt az ördög a gonosz hatalma ellen. És hát ezért ábrázolják ilyen T-alakú, keresztalakú bottal, amin kis csengettyű van, amely elriasztja az ördögöket. Egy fehér szakállat látunk, ami az aszketizmusát jelképezi. Tehát ő ennek a... És hát Remete volt, de nagyon sok követője lett. Tehát azért a 20-25 év pusztai élet után rengetegen keresték, hogy lelki tanácsot kapjanak, és végül is az ő vezetőjük is lett a Remeték között, egy ilyen kisebb közösség alakult, és mondhatjuk, hogy a sivatagi atyáknak az egyik első képviselője ő. Az elmúlt percekben kicsit megismerkedhettünk néhány szent életével. Ezt a sorozatunkat mindenféleképpen szeretnénk majd folytatni a jövőben. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.